Sok szépséget láttunk már gyúgy értékeiből, s ahol ezeket találjuk, az egy nagy, összefüggő, zöld, dimbes dombos terület, amit Milleniumi Parknak neveznek. Nézzük meg, mi minden található még itt. Megláttam ezt a játszóteret, és nagyon megtetszett, úgyhogy meg is kérdezzük a polgármester úrtól, hogy mióta van. Az az igazság, hogy én még ilyen kedves játszóteret, ennyire hangulatos, a természetbe illőt, és ilyen szép tisztát nem nagyon láttam. Szerintem ez is talán egy pályázat eredménye? Igen, hát, hogy szép, környezetbe illő, gyönyörű a környezetünk, amit hát Isten adta ennek a kis pici falunak. Volt egy pályázat, három részből állt. Ebben a pályázatban nyertük 2010-ben az Árpád-kori templomunkhoz fölvezető betonutat, a 21 stációból álló nemzetünk csillagainak emlékösvényét és ezt a játszóteret. Akkor nézzünk itt is körül. Érdemes még a vizes blokkot is megtekinteni. Nem akárkivel állok itt a Milleniumi Park bejáratánál. Lakatos Sándor úr, a templomos lovagrend legátusa és Gyúgy díszpolgára. Olyan szívhez szólóan tudott beszélni Gyúgyról, szeretném, ha elmondaná, hogy mi is köti önt ide. Hát igen, mikor Gyúgyra jövök, úgy érzem, mintha egy ékszerdobozt látnék. És hogy mi köt ide? Gyuri bácsival, a polgármester úrral 20 éve találkoztunk Muhiba az ünnepségen. És eljöttünk ide az ünnepségre, ami inkább becsületből, mert Gyuri bácsi meghívott, hogy részt vegyünk, mint templomos kapcsolat. És mikor itt voltunk, utána nem kellett hívni, magunktól jöttünk vissza. Azt, hogy majd be fogja mutatni, hogy mi van itt, az arándokút, a felvonulás és egy kerek rendezvénysorozat a búcsúnapján. Ez pünkösd előtti hétvégén van. És annyira megszerettük, megkedveltük, hogy ahol tudunk, segítünk, lovagrend is, jó magam is, mert egy olyan gyöngyszemet ismertünk meg Gyúgyba, mintha nem is Magyarországon lennénk. De ezt majd a műsorban úgy is meg fogják látni. Most pedig meglátogatjuk az 56-os emlékművet, és megismerkedünk néhány tervvel. Ez pedig a falu 1956-os emlékműve, amit pályázatból 2017 és 18-ban építettünk. Ezt is Egri György szobrászművész barátom alkotta. Azt ábrázolja, hogy ez a hatalmas kő, ez az ország, és a szemfödél a lyukas zászló mutatja, mögötte pedig a feltámadás, a mostani szabadságot jelképező nemzeti színű zászló. Annyi érdekessége még van ennek az emlékműnek, hogy nincsen 1848-as emlékművünk, és a mester, a szobrászművészt mondom, ide javasolta erre a kis területnek a másik oldalára, hogy építsünk egy kis alapterületű, le is rajzolta, 1848-as emlékművet. Itt fölül a domb tetőre pedig, nem messze innen, 40-30 méterre, Rákóczi születésnapja volt a múlt évben, nem késtünk még el, gyűjtjük a pénzt, és úgy néz ki, hogy a jövő évben meg tudjuk építeni. Egy kis várat építünk, ami a Sárospataki várat fogja érzékelni.
nagy tábla a másik oldalán, tehát ez szépen el lesz helyezve, ahol a Krasznahorka vára lesz képben, Rákóczit méltató szövegekkel, képekkel, és aki odáig eljön, mozgásérzékelővel el fog indulni egy tárogató ének, Krasznahorka büszke vára, mi úgy végződik, hogy Rákóczinak dicső kora, nem jön vissza többé soha. Érdekesség még, és ezt el kell itt most mondanom, hogy ez a három emlékmű 30-40 méterre lesz egymástól. Horváth Lóránt plébános urunk pedig megérkezett, beszélgettünk hármasban, és mondja, hogy mivel ilyen közel van ez a három emlékmű, az 56-os, az 1848-as, és Rákóczi emléket akarunk, a Rákóczi szabadságharc emlékére is emlékművet akarunk, van Faludi Györgynek, és nagyot néztünk, egy verse, az a címe, hogy 1956 te csillag. És ennek a hosszú versnek, ezt már én mondom, a közepén van négy szó, és azt tegyük ide az 56-os vagy valamelyik emlékműhöz láthatólag, azt a négy szót, hogy minden században talpra állunk. Nagyon nagyot néztünk, mert azért Faludi György nem egy nagyon ismert költő, és most ezt a versének a közepébe van négy szó, ami ide illik, valóban csodálatos a plébános urunk tájékozottsága, műveltsége. Most itt állunk egy kerek tisztáson, jó magasan, és vajon mi készülhet itt, mert nagyon szabályosnak látjuk ezt a félkörívet. Hát ez a félkörív 2000-ben készült. A millenniumi évében, amikor lehetett pályázni millenniumi emlékművekre. Az egyik tervező mérnökünk egy valami csodálatos körkápolnát tervezett, és ezt szerettük volna akkor megépíteni. Egy kis pályázaton meg is nyertünk annyit, hogy ahol állunk, itt már benőtte a fű, itt egy csodálatosan erős alap van a lábunk alatt, a 10 méter magas körkápolna alapja, itt van benőtte a fű. Azóta se tudtunk rá pénzt szerezni, nem is nagyon erőlködtünk, mert nem írtak ki olyan pályázatot, ami ezt lehetővé tette volna, vagyis hát erre is érvényes lett volna. Azért nem mondtunk le róla, annak ellenére, hogy már 20 éve, és én nem szeretnék addig meghalni, amíg ez nem épül föl. Még nem tudom, hogy kiknek a segítségével, de biztos vagyok benne, hogy megépítjük. A körkápolnáról annyit kell tudni, 5 méter átmérőjű a területe, az alapterülete, 10 méter magas. És a plafonon a magyar szent korona úgy megjelenítve, aranyozva, fölfestve, mintha átlátszó lenne a korona, és a korona alatt állnánk. Ennek van egy kis szentélye is, ahol viszont fa szoborból János a Jordán folyóba, amikor kereszteli Krisztust, az lenne megformálva, és tulajdonképpen ez akkor millenniumi emlékműnek készült volna, azóta változtattunk a nevén, államalapítási emlékmű, 1000 év múltán is nagyon időszerű és szép lenne. Hát ez ilyen 25 millió körül lenne, hát főleg az aranykoronának a megfestéséhez nyilván, hogy nagyon hozzáértő személyek kellenének. Hát figyelünk, próbáljuk a pénzt gyűjteni, és hát még egyszer mondom, nagyon szeretném ezt még megépíteni. Hát most még csak 89-et taposom, van még időm, úgyhogy...
remélem, hogy ezt is meg tudjuk valósítani, mint sok mindent itt a faluban. És találtunk még egy érdekes dombocskát, vajon ez mi célt fog szolgálni? Hát ennek a dombnak a benépesítése az a következő születésnapomra lesz elkészítve. A domb most takarja a fű, az már egy erődítmény van a tetején, a domb tetején beépítve. Egy 6 méter magas turul szobrot csinálunk, amit én fogok hegeszteni. Valószínű, hogy most meglepődnek, de én az életet Békés Csabán születtem, 18 éves koromban a nagybátyám Diósgyőri vasgyárban volt művezető, oda fölvitt, mert Békés Csabán semmilyen munka lehetőség nem volt, és hát legelőször a hegesztő szakmát tanultam ki, ami olyan, mint a biciklizés, hogy aki egyszer megtanul biciklizni, az soha el nem felejti, és ezt a születésnapomra fölajánlottam, hogy vaslemezből egy turulmadár lesz. Azért lehet 6 méter, mert fölemelt szárnyakkal minden madár, aki nem tudja, az nézze majd meg legközelebb a tévébe, úgy száll le, hogy fékez a szárnyaival, farkával, földet ér, azt várja az ember, hogy teszi a hátára, előbb megemeli, és úgy teszi. Miért csinálják ezt? Ők tudják. Na, abban a pózban lesz megszerkesztve az alkotás, amikor fölemeli a szárnyát. Az nagyon szerencsés dolog, hogy a farka földet éri, mert így a két lábával három pontba tudom rögzíteni, mert azért 6 méteres szobornak, lemezből készült szobornak a légellenállása iszonyatosan nagy, erre számítva rendezzük ott a betonozás és a vasbetonozás dolgokat. Ha még feljebb megyünk, újabb különlegességeket találunk. Ha hiszik, ha nem, Gyugyon még a temetőt sem temetőnek hívják, hanem az örökké valóság parkjának. Erről is megkérdezzük polgármester urat, hogy hogy jött a névválasztás. Hát itt állunk most az Örökkévalóság Parkban, ami hát évszázadokon keresztül temető volt, most is ugyanaz, mert ide temetkezünk változatlanul, csak szépítgettük, építettük, új ravatalozót építettünk, meg hát az mondhatnám, hogy ahol lehetett, átformáltuk a terepviszonyokat is, kialakítottuk ezt, amit most látunk. Egy falat építettünk, ahol a elhalálozott polgármesterek, képviselőketnek a fényképeit tesszük ki. A első világháborúban, második világháborúban elesett gyugyi katonáknak a névsorát, emlékét helyeztük ide, valamint a gyugyi búcsú ügyét, és hát nem utolsó sorban Muhi községgel testvérkapcsolatot létesítettünk, elmegyünk minden évben a tatárjárás emlékére rendezett ünnepségre, ők pedig minden évben eljönnek a mi búcsunkra. A katonadalok is idevalók, és akár szívesen el is éneklem a magam hangján első és a második világháborúnak a dalát is. Az első, mint nagyapám is megjárta Olaszországban a Doberdót, és hát onnan hozta ő, meg hát az nem csak ő, hanem ők ezt a dalt, hogy kimegyek a doberdói harctérre, feltekintek a csillagos nagy égre, csillagos ég, merre van a magyar hazám, merre sírat engem az édesanyám.
csillagos ég, merre van a magyar hazám, merre sírott engem az édesanyám. A második világháborús dalt pedig hát gyerekkoromban, mert 14 éves voltam 1945-ben, és hát már akkor hallottam és megtanultam. Az pedig úgy szól, hogy nem lesz egy tenyérnyi zöld sem puszta síromon. Elesett katonák teste lesz a vánkusom, ahova le fognak tenni, síromra nem borul senki, senki, aki él. Tavasz sem fakaszt rám zöldet, elhordja rólam a földet, messze majd a szél. Az örökké valóság parkjától úgy búcsúzunk, hogy felmegyünk a kilátóba. Hát fönt vagyunk az Örökké Valóság Park kilátó tornyában, ahol mozgásérzékelő van elhelyezve, és ha valaki föllép az első lépcsőre, akkor népdalokat hallgathat, harangjátékkal. Mindennek története van Gyugyon, ennek is az a története, hogy amikor elterveztem, eldöntöttük, hogy kilátót építünk, elhoztam a főutcán a darukocsit, amelyik a lámpákat javította, és először a földről néztem szét a környéken, utána fölemeltettem magamat 3 méterre, hát szinte ugyanazt láttam, amit a földről. Akkor fölemeltek 6 méterre, kitárult a világ, gyönyörű, még a Boglártól egészen Fonyódig egy szép csíkban a Balaton is látszik, hát egy somogyi táj gyönyörű területekkel, és utána fölemeltettem magam 9 méterre, és ugyanazt láttam, amit 6 méterről. Ez el is döntötte, hogy 2 szintes, 6 méteres kilátótornyot kell építeni, és hát arra is büszke vagyok, meg a falum is büszke rá, de elsősorban a közmunkásaim, mert ezt a tornyot is közmunkából építettük, startprogramból épült. Igaz, hogy ácsot, asztalost is kértünk segítségül, de betonozástól a szerelésig, állványozásig mindent a közmunkásainkkal csináltattuk. Erre is büszkék lehetünk, gondolom, és jogosan. Meg szeretjük ezt a kilátót, nagyon sokan jönnek, híre van, hát valószínű, hogy még a harangjáték miatt is, ahol hát népdalokat penget a harangjáték. És vajon a környékbeliek tudnak erről a kilátóról? Hát egyre többen tudnak, nagyon nagy a turisztikai forgalmunk, naponta gépkocsikkal, kerékpárral, gyalog jönnek, mennek, és hát nyilván, hogy tudják is, meg ide érnek, mindenki kíváncsi, mit lát a toronyból, és amikor ide jönnek, fellépnek az első lépcsőre, elindul a halangjáték, rögtön meglepődnek, és hát felvidítja őket, és most már itt egyre nagyobb híre van, amit hát nyilván örömmel veszünk. Thank you.
innen föntről valami nagyon szépet és nagyon praktikusat is látunk, de vajon mi ez? Nem sok község dicsekedhet azzal, hogy a temetőjében egy ilyen rendezett parkoló van. Mert ez egy gyújjon. Parkoló? Ez egy parkoló, ezek a fák nem csak dísznek állnak itt sorban, hanem az egy-egy karitkája minden gépkocsi helyének, és amikor temetés van, kapun bejönnek, és hát itt kényelmesen és osztályozottan szépen beállnak a parkolóba. Hogy most hová indulunk? Ezt már csak a következő részből tudják meg.